Jó estét, szervusztok, akkor én vagyok itt a Kakukk Tojás. Állami szférából jöttem, és örülök, hogy láttam azt, hogy néhányan ismertek az erőszakmentes kommunikációt. Mediációval foglalkozott-e valaki közületek? Hát akkor ez egy szabad pálya. Nekem egy kicsit muszáj belemennem elméleti dolgokba, úgyhogy elnézést kérek a házigazdától, de igyekszem szórakoztatni benneteket, hogy ne legyen túl száraz. Néhány szót magamról. Én alapvetően egy magyar történelem szakos pedagógus vagyok, 8 éve vezettem ezt az intézményt, ami hát Bakon van, ez Zalaegerszegtől délre 15 kilométerre található, úgyhogy én délbe felültem a vonatra, és köszönöm, hogy itt lehetek. Az iskola tipikusan egysoros, 131 néhány gyerekünk van, azt hiszem most éppen 135, tehát egy kicsit több, mind a szlájdon van. Zalába ez egy tipikus méretnek mondható. Az erőszakmentes kommunikáció, aki ismeri, azt tudja, de aki nem ismeri, azt tudja elhelyezni. Ez egy asszertív kommunikációs modell, Marshall Rosenberg alkotta meg, és azt mondjuk, hogy a célja a minőségi emberi kapcsolatok létrehozása, és ehhez egy 4 lépéses formanyelvet alkotott meg Marshall Rosenberg, és mi is ezt tanítjuk. A tantestület Rambala Évától tanult, egy 2 éves tanulási periódus után 2010-ben vezettük be a módszert, ami nem csak ezt a technikát tanítja meg, az erőszakmentes kommunikációt, hanem a célja a kortárs mediátor képzés. Heti 1 órába tanítjuk 1-től 8 osztályig, alsó tagozatban a szabadidős sáv keretében, felső tagozaton pedig a szabadon választott órák keretében. Nyilván az alsós tanítónénnek döntő a szerepe, ő az erőszakmentes kommunikációt bármelyik órába be tudja vinni. Az erőszakmentes kommunikáció egy 4 lépéses formanyelv, aminek a piktogramjait itt kitettem, erről majd részletesen beszélek. A megfigyelés, a saját érzésem, szükségletem és kérésem, amit meg kéne fogalmaznom, és utána kérdés formájába megtippelhetem a te érzésedet és szükségletedet is. Hogy tanítjuk mi? Az első lépésnek a piktogramja, tehát a megfigyelésnek, mint látjátok a kamera, a gyereket megpróbáljuk lebeszélni arról, hogy a minősítés nyelvét használja, helyette azt a kérdést tesszük fel, hogy vajon mit lát a kamera. Látja-e, kisfiam, azt, hogy te sohasem írsz házi feladatot? Vagy látja-e, hogy mindig elkésel, vagy pedig azt a te fejed gondolja? A gyerekek azt szokták mondani, hogy egyébként ez a legnehezebb, amit az erőszakmentes kommunikációban el kell sajátítaniuk. De az a jó hírem pedagógus kollégáknak, hogy a gyerekek ezt sokkal könnyebben megteszik, mint mi felnőttek. A következő lépés az érzés. Nem beszélünk, vagy lebeszéljük a gyerekeket, hogy jó és rossz érzésekbe gondolkozzanak, ugyanis a rossz érzés az eleve egy morális kategória is, és azt tanuljuk, hogy ami morálisan rossz, azt valahogy be kell söpörnünk a szőnyeg alá. Éppen ezért azt mondjuk, hogy szűkülő és táguló érzések vannak, dinamikus kategóriákba próbálunk gondolkozni, és a gyerekek ilyen módon aktiválják a passzív szókincsüket, általában ilyen idelőjetek alapon a kezdő csoportnál megpróbáljuk előhívni ezeket a szavakat, és utána megnézzük, hogy egy adott csoportnak milyen érzésszókincse van. Szakemberek azt szokták mondani, hogy az óvodában ez gyilkos dolog, én azt tudom mondani, hogy nagy csoportban már működik, tehát a nagy csoportosok már kiválóan tudnak 8-10 érzést elkülöníteni, és árnyalatokat is elkülöníteni egymástól. Hát a legnehezebb lépés talán a szükségletnek a megtanítása. Itt mi ezt a smiley piktogrammal modellezzük. Ugye már az érzések azok pillanatról pillanatra változnak, ám a szükségletek, amik az érzések mögött vannak, azok állandóak, és minden ember összehasonlítható a szükséglet szintjén. A mi trükkünk a szükségletek tanításánál a gyereknek egy
hétköznapi napja, és ehhez próbáljuk kapcsolni a szükségleteket, felkelsz, és akkor mire van szüksége? Nyugalomra, ételre, tisztaságra, meg szoktuk kérdezni, hogy szépségre szükséged van-e, mondták, hogy nem, és akkor mondtuk, de akkor miért fésülködtél vajon meg, és hogyha elmész az iskolába, akkor szükséged, mire van szükséged, tanulásra szükséged van-e, arra is mondják, hogy nem, és akkor meg szoktuk kérdezni, hogy és a mobiltelefont azt, hogyan tanultad megkezelni, és mondták, hogy úgy születtünk. Azt tudom mondani, hogy az óvodások is kiválóan, volt olyan óvodásom, aki nél, amikor a mozgás, mint szükségletet próbáltuk körbeírni, akkor mondta, hogy a sport, és megkérdeztem, hogy oké, akkor mondd el, hogy mi a mozgás, meg a sport között a különbség. Elmondta, hogy a sport az mennyire szabályhoz kötött, és az óvónéni félrejött, és mondta, hogy Gyuri, tudod, hogy ezt a gyereket a szakértői bizottság most nyilvánította enyhén értelmi fogyatékosnak? És mondtam, hogy a szakértői bizottság is végzi a saját dolgát, meg én is végzem a saját dolgomat természetesen. Tehát én azt gondolom, hogy nagy csoporttól képesek a gyerekek a szükségletekbe való gondolkozásra. És a negyedik lépés, a kérés, itt és most konkrétan megcselekedhető dolgot kellene megfogalmazni a gyerekeknek, nem a megoldás kedvéért, hanem hogy a kapcsolat helyreálljon. Az erőszakmentes kommunikáció nem a megoldást keresi, hanem a kapcsolódást a másik emberhez, és abba hisz, hogy a kapcsolódás higgyán az égvilágon bármi elérhető. Az erőszakmentes kommunikáció 4 lépése után térünk át a kortárs mediátor képzésre. Ez elvileg feltételezi, hogy a gyerekek már tudják a 4 lépést, de mindjárt fogok rengeteg felmentést adni erről, mielőtt megijednétek. A mediáció alatt általában valamilyen megoldás-centrikus gondolkozást értünk, a magyar közvetítői törvény is ezt tartalmazza. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy a mediációnál a lényeg a kapcsolat helyreállítása, és itt közben jelezték nekem a kollégák, hogy az időm az lejárt. Tehát amit hangsúlyozni szeretnék, tehát az, hogy mind a 4 lépést megtanítjuk, és utána ezzel a technikával a kapcsolatot állítjuk helyre a gyerekek között, és ezen a hídon bízunk abba, hogy megtalálják közösen a megoldást. Köszönöm szépen!